idén tavasszal szeretné elindítani nevelőszülői hálózatát az Oltalom Szeretett Szolgálat. Ehhez várják a jelentkezőket. Nyíregyházán és a megyében sok gyermek születik, és azoknak a száma is nő, akiknek nevelőszülőkre lenne szüksége. Az az igazság, hogy bennünket is megkerestek itt helyben az Oltalom Szeretett Szolgálatként is, hogy az állam, az erre illetékes kormányzati állami hatóságok, hogy kevés a nevelőszülő, tehát sajnos elég sok az a gyerek, aki vagy a születése után családi háttér nélkül, vagy a családtóból kiesőként el kell helyezni nevelőszülőknél. Ez az egyik része nyilvánvalóan, a másik része az, ahogy mi a különlegesen nehéz élethelyzetben lévő embertársainkkal az Oltalom Szeretett Szolgálatnál folyamatosan találkozunk családok átmeneti otthonában ezzel a problémával, és ettől függetlenül is azt gondoltuk, hogy nekünk ezen a területen feladatunk, küldetésünk van, egy kicsit preventív jelleggel is, hogy minél kevesebb sérült ember legyen ebben az országban és ebben a városban, meg ebben a régióban. Azokon a gyerekeken szeretnének segíteni, akik kénytelenek a család közössége nélkül élni. A nevelőszülők feladata, hogy egy átmeneti időre biztosítsák a gyermekek számára a szerető közeget, hogy egy idő után vissza tudjon menni saját családjához vagy egy örökbefogadó családhoz. Mindezt úgy, hogy a nevelőszülő személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmasan áll a elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására. A nevelőszülők havonta anyagi támogatást is kapnak, de mellette munkaviszony is fenntartható. A nevelőszülői díjazás az azt jelenti, hogy ez akár egy egyedi esetben is lehet, tehát hogy foglalkoztatási jogviszonynak megfelelő foglalkoztatást jelent. Ezt végezheti valaki már meglévő munkaviszony mellett is, vagy önálló jövedelemként is, mert kap a nevelőszülő is egy összeget, kap a gyerekre fordítható összeget, tehát ezek a, megvan ennek egy bonyolult kiszámítási módja, de ez a nevelőszülőnek is egyfajta megélhetést, vagy ahhoz való hozzájárulást is segít, és ebben a kormányzat is meghozta azokat a döntéseket, hogy sok minden mellett ez beilleszkedjen egy család jövedelmébe, vagy akár úgy is lehet valaki nevelőszülő, hogy saját gyerekeket nevel, és melléje hoz még gyermekeket. Ráadásul úgy, hogy nem csak egy gyermeket fogad be a nevelőszülő, ugye? Igen, hanem többet igen. Is befogad. Ennek megvan megint a szabálya, hogy saját gyerek, meg a gyerekekre van, hogy hány négyzetméternek kell jutni a gyerekeknek. Ez úgy működik, hogy amikor valaki jelentkezik, kimegyünk környezettanulmányra megbeszélni a körülményt, a családot, a családnak egy házi orvosi igazolást kell hozni, majd egy pszichológiai vizsgálaton kell átesni, majd el kell végezni egy nevelőszülői tanfolyamot, és akkor mondja ki a hatóság, hogy ő alkalmas arra, hogy nevelőszülő legyen, és akkor születik meg a jogviszony köztünk meg a család között. Az Oltalom Szeretett Szolgálat egy támogatói hálózatot szeretne létrehozni a nevelőszülők számára, akiknek jelentkezését még mindig várják.